Így végezte a hírhet Sobdi Jóska a lápafői temető oldalában. A Sobdi kultusz őrzésének jegyében a lápafőiek most emlékoszlopot emeltek a hírhet betyárnak. Idáig is megvolt ez az érdeklődés, csak nem tudtuk bemutatni, hogy tulajdonképpen hol van a sírhelye. Most ez is megtörténik. Az emlékhelyhez vezető temetői utcát is sikerült a belügyminisztérium forrásából felújítani. Az idei évben sikerült megoldanunk, hogy bekerítsük a két temetőnket, mert addig nem volt, és a temetőhöz felvezető út annyira leromlott állapotban volt, hogy szinte járhatatlan. Többször nekifutottunk, amire eljutottunk odáig, hogy pályázat útján sikerült annyi összeget nyernünk, hogy ezt az útszakaszt fel tudjuk újítani. A beruházás költsége megközelítette a 18 millió forintot, melyhez 3 millió forintos önerőt biztosított a falu költségvetése. A szomszédos Várongon is befejezték a kis település egyik legforgalmasabb utcájának rekonstrukcióját. Brunner Dezső polgármester azt mondta, évek óta próbáltak forrásokat nyerni, sikertelenül. 20 millió forintból 13 milliót fizetett az állam, és 7 milliót fizetett a Várongi önkormányzat, de így is nagyon örülünk, hogy elkészít, mert tényleg jó minőségben megvalósít, és ez egy nagy boldogsága nekem is, meg a falu lakóinak, meg a képviselőtestületnek. Az útépítéssel párhuzamosan a vízelvezetés problémájára is megoldást találtak Várongon.